Csak én nézek ki ilyen szarul, vagy mindenki? Mondjuk a Mugi az eléggé megviseltnek tűnt legutóbb. Oké. Okay. Oké, okay, Kokichi és Kaito kivételben mindenki itt van. De mentálisan nem igazán. Oké, okay, az élet kiáll, az nem volt az élet a szemük mögött. Mindenki szarul néz ki. Meg én is. Mindig ugyanúgy néztél ki. Miről is beszélünk? Arról, hogy hogyan akarunk, hogy mennyire meg akarunk halni. Ja nem, hogy hogyan? Hogyan? Én szenvedés nélkül akarok. Maki, tudnál valamit ezzel kezdeni? Ja persze, de előbb nézzétek meg ezt. Flashback light! Nem mintha bármire mennénk vele. Miért van az nálad? Itt volt az asztalon, amikor reggel idejöttem. Csak úgy. Valószínűleg Kokichi csak oda tette. Talán, hogy biztosan menjen, hogy ez igazság. Igen, használjuk a flashback light-ot, akkor ugye visszakapjuk az emlékeinket, és akkor az összeáll a sztoriával is. Igen, arra kell használnunk, hogy a hogy biztosítékot kapjunk Kokichi sztoria. Igen. Ja, bármit is biztos, bármiben is biztosnak kell lennünk innentől, láttuk a külvilágot. Ne. Ja, kényelmesen akarsz meghalni? Tudok segíteni, de... nézzük meg ezt a flashback light-ot előbb. Mi? Miért? Mert ez egyetlen dolog, amit tudunk most csinálni. Mert hogyha már úgyis meg fogunk halni, akkor legalább csináljuk bármi mást is. Én legalább nem fogok semmit se bánni. Meg hogyha veszélyes is, most már úgyse számít. Nincs mit veszítenünk. Nem maradt már remény úgyse. Szóval csináljuk meg, amit lehet. Jó van. A dolgok már úgysem lesznek rosszabbak, mint amilyenek már amúgy is. Szóval, ha megölsz, az olyan lesz, mintha elaludnék. Mennyire sötét lett már ez a játék, most mindenki arról beszél, hogy hogy ölik meg egymást, vagy magukat. Azért ez is kemény. Azért a Danganronpa 2 sem volt egyszerű, de wow. Oké, okay, akkor eredetőbb. Kibo, Shuichi, rendben vagytok ezzel? Ja, legyen. Ja. Oké, okay, aztán eldöntöttük többnyire fájdalommentesen. Oké, okay, flashback light. Oké, okay, de miért nem volt mit veszítenünk? Ne. Bekapcsolom. Akkor nyomjad! Klik! Oké, okay, mit látunk? A világ. Fejjel lefelé áll. Kifordult. És megint a gatyámba másznak a számok, ezt már ismerem. Úristen! A betűk és számok másznak a gatyámba! Tragikus. Emlékszem. Minden összeállt. És elfelejtettük, hogy minden összekapcsolódik. Ajaj, a Danganronpa téma szól. Host Peak Academy! Igen, az akadémián kezdődött. Igen. Host Peak Academy. Tehát mégis van a Host Peak Academy ebben a játékban is. Aztán ugye az esemény, ami szét, ugye tönkretette az iskolát, megváltoztatta a világot. Oké, okay. Biggest, most awful, most tragic event in human history, igen, ez volt a Danganronpa 1-be. Legnagyobb, legszörnyűbb, legtragikusabb esemény az emberi történelemben, amibe terrorizmus és háborúkat okozott a világon, az emberiség teljes kétségbeesésben volt, ugye ez volt a Danganronpa 1, és a Danganronpa 2. És ugye az anim. Igen, a félvilág elpusztult ugye ennek az erőszaknak a következményeként. És az egészet egyetlen iskolás lány okozta. Aha, itt van. Mindenki kedvence a Junko. Hey! Oké, okay, bármit megtett, hogy ugye a világot ugye kétségbeesésbe taszítsa. És sikerült is neki. Igen, ez volt az első. 78. osztály a Hosszúk Akadémiából.
Ó, basszus, de régen volt. Igen, megölték egymást, ezért a sztorit meséli a teljeset. Junko... De miután Junko meghalt, lezárták az ügyet, és a világ elkezdett helyreállni. Igen. Igen, a Remnants of Death War ugye az még káoszt terjesztett, tehát úgy van. Oké, tehát aki nem látta az animet, az úgy van, hogy a Danganronpa 1 és a Danganronpa 2-t kell végezni, és utána megnézni az animet. És az animből derül ki, ugye, hogy a Byakuya csináltak egy ilyen szervezetet, és azokkal harcoltak a Remnants of Death War ellen. És, ebben a káoszban játszódik az Ultra Death War Girls, ahol a Komaruval kell játszani. Tehát így összeáll minden. Tehát így összefoglalják a sztoriát. Igen, a Future Foundation az az, amit a Byakuyáék csináltak, és az arról szól az anim. Meg arról is szól, hogy a Danganronpa 2-ben hogyan kerültek be ugye oda a többiek. Ellenük harcoltunk, és próbáltuk visszaadni a rendet. Tehát akkor a Shuichi, meg akik itt vannak, azok is a Future Foundation tagjai voltak ezek szerint. Oké, okay, remény és kétségbeesést közti háború egyre extrémebbé vált. És aztán hirtelen véget ért. És akkor aznak emlékeztünk, a mi igazságunk onnan kezdődött. Igen, az égből kezdett hullani, meteorok. Ah, itt van, countless number of meteors fall upon the world, carrying an unknown virus. Tehát a meteorok hullottak az égből, és vírust hordoztak. A T-vírust. Oké, a kétségbeesés miatt a remnantok. Oké, igen, tehát a Remnants of Despair volt az, akinek a tagja a Kokichi is ezek szerint, illetve a vezetőjük konkrétan. Az emberiség ugye a kárhozatot érdemel. Ugye a Future Foundation teljesen ugye lefoglalta az újjáélet kétségbeesést, és elvesztette gyorsan a befolyását, remek, de aztán... Makoto a korábbi Future Foundation tagokkal elkezdte a Gopher Project-et, tehát a Makoto csinálta a Gopher Project-et, oké. Okay. És akkor hát ott van a Kirigiri is! Oké. Okay. Csak a zseni tudja leküzdeni a természetet, és csak a remény tudja legyőzni a kétségbeesést. Csak fiatal zsenik, ja, a fiatal zseniknek el kell szökniük a földről, hogy a jövőnek a magjai legyenek. Ez az egyetlen reménye az emberiségnek. Ezekkel az elvekkel indult a Gopher Project, 16 diákot választottak ki. Azok voltunk mi. Hát jól elszarta a Makoto, mert nem őket kellett volna kiválasztani, de mindegy. Ráadásul a keyboard az nem is ember. Ja igen, hogy nem különböző iskolákból jöttünk, ahogy gondoltuk, hanem mind Hopespeak-esek. Aha, az újjáépített Hopespeak-ből. Mind akkor léptünk be, amikor megtudtuk, hogy újjáépítették. És az új Hopespeak ugyanaz volt, mint a korábbi. Igen, hogy elfogadta ugye a tehetséges tanulókat, és ugye az ultimate-eket képzett. Igen, nagy iskola volt, különböző osztályok voltunk, de mind ugyanoda jártunk, oké. Okay. És 16-unkat választottak ki. Nem választottak ki minket. Mi voltunk azok, akik maradtak. Miért? Ja, tényleg a betegség. Azért az tök vicces, hogy a játék itt a legvégén dob egy ilyet, hogy jó, egyébként volt egy vírus is. A misztikus vírus a meteoritokból ugye gyorsan terjedt. Még jó, hogy nem zombi vírus. Oké, okay, az egész világ
ugye a kihalás szélén volt. Ugye a remény... A remény majdnem győzelembeskedett, de a kegyetlen kétségbeesés ugye visszatért, és átvette a világ fölött az irányítás. De mi immunisak voltunk a vírusra. Ez megmagyarázza. Ők voltak a izék. Az immunisak. Szörnyű. Igen, így viszont már ki is van magyarázva, hogy miért ők lettek pont kiválasztva. Azért, mert ők immunisak voltak. Igen, ezért választottak ki minket. Tehát ezért került oda a Kokichi. De a Kibo megint miért? Az egy robot, persze, hogy immunis a vírusra. Na mindegy. Most már végre emlékszem. Wow. Ott. Ez a világ... Ja nem, az a világ és ez a világ összekapcsolódik. Soda. Emlékeztek? Oké, most már mindenre emlékszem. Igen, hogyan felejtettük el. Mi voltunk a szimbólumai a túlélésnek, kivéve egy ember, Kokichit. Csunko! Ők voltak a Remnants of Despair. Igen, a szekta, amelyik ugye el akarta pusztítani a Boofer projektet. Kokichi a vezető, ő irányítja a Remnants of Despair a Csunko után. Lehet, hogyha a Kokichival korábban együtt lógtam volna free time-okba, lehet, hogy ő adott volna tippeket arra, vagy legalábbis utalásokat a Junko-ra, meg úgy mindenre. Ja, mindannyiunk közül ő áll legközelebb az Ultimate Despairhoz. És ezzel meg is magyaráztuk, hogy miért egy elmebeteg, mert ugye az Ultimate Despair az ugye terjesztette a kétségbeesést, de a Kokichinek csak annyira jutott, hogy 16 embert egy zárt térben. Aminek ugye nem sok, abban nem sok kielégülés van legalábbis szerintem, de én nem vagyok elmebeteg. Igen, egy ilyen gyilkos játékot csak a Remnants of Despair csinálhatott. Ja, tárgyalás, Monokuma, diákok a Wolfspeak Akadémiáról. Igen, ez pont olyan, mint a Junko-nak a játéka volt. Ja, csak valaki, aki imádja ugye az Ultimate Despair-t, az tudta ezt létrehozni. Oké, de most ez mind változtat? Vagyis ez a gyilkos játék ugyanaz, mint ami korábban volt. Ugye, remény és kétségbeesés közti csata. Várjunk. Ha ez olyan fontos gyilkos játék volt, akkor miért hagyta abba Kokichi? Azért, mert értelmetlen, ahogy mondta is. Ez is olyasmi, amit a Remnants of Despair csinálta. Csinálna. Ja, felnéz Junko Enoshimára. Igen, csinált egy tervet, hogy mindannyiukat kétségbe ejtse, aztán beleunt. Ó, ja, érezni akarta a kétségbeesést, hogy a terve tönkre megy. Igaz, a Junko is csinált ilyet. Ezért ez egyébként az egyben is így volt, hogy a tesóját, az Ikusaba Mukurót is azért ölte meg, mert érezni akarta a kétségbeesést, hogy meghal Izéja. A testvére meg azt a kétségbeesést akarta érezni, hogy elárulta a nővére. Tehát ezek ilyenek voltak. Mi a Maki? Semmi, csak nem vagyok meggyőzve. Én sem vagyok meggyőzve egyébként. Ja, de nem nagy dolog. Biztos? Megtudtuk az igazságot, de még így se tudunk semmit se csinálni. Igen, tehát nem értem, hogy... Mit értünk el ezzel. Én már, ha kisjutok az akadémiától, a világ elpusztult. És nincs remény. Nem, csak nekünk kell a reménynek lenni. Mi a franc van beletiltelen? Ha minden remény elveszett, akkor nekünk kell a reménynek lenni. Mert mi vagyunk a Wolfspeak Akadémia diákjai, nem? Mi maradtunk a 16-ból, akik túlélték a remény és kétségbeesés harcát. Ha most feladjuk...
akkor azok, akik a remény oldal harcoltak, a semmiért harcoltak. Semmiért. Ezt mondja legalábbis a belső hang. És akármivel is körül nem hagyhatom a reményt elveszni. Nem adhatom fel. Ja, erre kényszerít. Hát nem tudom, nekem ez még mindig olyan, hogy ilyen nagyon erőltetett. De ha nekik ez kell, de végül is ugye vége a világnak, ugye nincs mit veszíteni legalább. Az emberi elme érdekesen működik ilyen helyzetekben. Tehát lehet, hogy nekik van igazuk. No, nem eszek kétségbe. Még akkor is, ha még ha csak akkor is csak egy kicsit, akkor előre, akkor is megyek tovább reménnyel. Úgyhogy nincs idő, ja nincs haszna annak, hogy arról gondolkodunk, hogy az életünknek van-e értelme vagy sem. Mert ameddig érünk, addig van erőnk, hogy döntsünk, ugye erről az értelemről magunk. Úgy gondolom, hogy ez a remény. Ez a remény? Ja, igaz. Legyünk az Horsepeak-nek a diákjai, ugye a újjáép, vagy a remény szimbólumának. Ha mi feladjuk, akkor a világ tényleg ugye kétségbeesésben van. Hát ugye, hát elpusztult, tehát nem tudom, ennél nagyobb kétségbeesésben tud-e lenni. Oké, az egész az akaraterülről szól. Oké, élni fogok a legvégéig, hát annál tovább nem is nagyon tudsz. És soha nem adom fel. Nem tudunk semmit se tenni, mert hogy a világ elpusztul. De hogy a lehetetlent lehetőségessé tesszük, arra van a mágia. Ja, hogy fárasztó lesz, de megéri. Élni fogok 100 millió évet. Évet még, ja. Hát. Oké, csináljuk. A kétségbeesés ellen. Amíg együtt vagyunk, és nem adjuk meg magunkat a kétségbeesnék, csak találjuk új reményt. Oké. Oké, remény átjárt minket. Ez kicsit ilyen nagyon kamikázéba mentünk át, mert na mindegy, de tök, na, ha ők tudják. Oké. Yay! A remény ereje! Mágusnak tűnsz. Ja, kevésbé tűnsz mágusnak ezzel a nevetéssel, és inkább egy boszorkánynak. Ja, lehet, hogy Kokicsi azért hagyta itt a flashback light-okat, hogy feladjuk végleg. De hogyha ez volt a terve, akkor elbukott. Igaz, de nem úgy tűnik. Úgy tűnik, hogy a Kokicsi terve valahol félre ment. Szerintem meg nem nagyon. Az egyetlen személy, aki a flashback-ra tudta adni, az a Kokicsi. Szóval mi a terv? Mit fogunk csinálni? Ja, meg fogjuk állítani a tudjuk kit. A Remnant of Despard. Vagy a kétségbeesés sosem ér véget. Meg kell mentenünk Kaitót is. Yep. Annyira hülye, annyira idegesítően pozitív. Olyan, pont az, akire szükségünk van ilyenkor. Kaito ugye az oldalonkon van, és akkor is bíztatott minket. Még akkor is, ha mi vattunk az utolsó, akik maradtunk. Akkor megtaláljuk az új reményt. Új remény, mint a Star Wars-ban. Ja. Ja, még ilyen helyzetben is kitalálna valamit. Oké, hol van Kokicsi és a Kaito? Exizál hangárba. Mint ketten. Kokicsi azt mondta, hogy a Kaito beszorul oda, de... Láttam, hogy a Kokicsi elhagyja esténként a hangárt. Ja, véletlenül láttam azt, hogy véletlenül fogadok, hogy aggódsz Kaito miatt, ezért figyelt a hangárt. Hogy tész ki, erről volt szó. Nem itt aggódni Kaito miatt, vagy ilyesmi. Csak nem volt mit csinálnom. Ja, hozzászoktam, hogy másokat figyelek, szóval nem nagy dolog.
Ja, fontos a bérgyilkosságokhoz, hogy figyeljük a célpontot, és kitalálják, hogy hogyan lehetne megölni. Oké, okay, oké. Okay. Ja... Ja, csak kezdtünk éppen... Várja, getting mushy, az a... ilyen nyálas lenni? Kezdett nyálas lenni talán? Nem biztos. Ja, de mégis... ja, kezdett ilyen nyálas lenni az egész, és te mégis az egészet ugye ilyen véressé tette. Oké, okay, tudjuk, hogy ott vannak bent, de hogyan szedjük ki őket? Igen, riasztó is van ott, meg kapcsoló, ami a riasztó... És elektromos korlát. Igen, de ha közel megyek a kapcsolóhoz, akkor a riasztó is bekapcsol. Ja, kapásból ennyi probléma. Rendben lesz. Tudom, hogy hogyan állítsuk meg a riasztót. Van ötlete? Oké, akkor mondjad. Hogyan tervezed? Electric Hammerrel. Igen, ha eltállt vele a panelt... Igen, pont hogy a kiáratnál is csináltuk. De a riasztó nem fog működni. Lemegy mielőtt... Ja, be fog kapcsolni mielőtt odaérnék a kalapáccsal. Akkor használjuk ezt. Ó, oh, honnan van a gránát? Igen, ezt tudjuk. Miért van ez nálad? Csak három volt és... Minden kokicsinél. Elloptam tőle. Ó, oh, amikor folytogatta. Ja, pont ahogy vártuk, ja, hogy a kleptomániád és a ijesztő tekinteted az mind első osztályú. Az ijesztő tekintet az vicc volt. Szóval ne bámulj rám ijesztően. Oké, okay, be tudunk menni akkor a hangárba. Igen, és minden kommunikációt is ki fog lőni. Tehát habosra tudjuk verni a kokicsi fejével a betont. 100%-os. Oké. Okay. Ja, a kokicsi olyan lesz, mintha seggpucéran kapjuk el letoldgatjával. Ja, csak foghatja a tökeit, aztán futhat. De oda bentről még talán tudja irányítani őket. Seggpucéran! Nem biztos, hogy fel lesz öltözve. Akkor hozzunk a... Azért hozzuk a kalapácsokat az exizálok ellen. Ja, de én nem töltöttem fel az enyémet. Ja, én se. Ja, szóval... Hol... Ja, 24 óra betelik feltöltés, szóval várnunk kell holnapig. Ja, de ha holnapig várunk, mi lesz a hangárral? Ja, a kalapácsok nélkül lehetetlen. Ja, valaki tudom, hogy nem akarsz várni egy percet se, de ez szükséget. Még percet se, percet se többet, mint amennyi szükséges. De holnapig ezt nem kéne kipróbálnunk. Akkor ezt csináljuk. Ezúttal viszont tutira kinyírjuk. Megöljük. Ja, nem, Maki, még ha ő is a Remnants of Despair, akkor ez nem... De hogyha megöljük, mindennek vége. Nincs más választás. Ezért meg fogom ölni. De nem. Igen, de ha... Tudom, hogy hogy érzem, Maki, de rosszul éreznénk magunkat, ha megölnénk. Igen, nem lenne más, mint a gyilkos játék, ami annyi szenvedést okozott. Ja, Remnants of... Ja, ez pont az a dolog, amit a Remnants of Death már vagy a Kira is csinált volna, nem tudom ki ez a Kira. És Kaito is azt mondta, hogy az ölés az rossz. Szóval nem lehet. Szóval, oké, okay, hogyha mindenki így gondolja, akkor hallgatok rátok.
De, hogyha úgy tűnik, hogy valami veszélyes fog történni, akkor meg fogom ölni. Wow. Ja, semmi sem veszélyesebb, mint egy túlfűtött makitekercs. Ja, mert hogyha túlságosan felmelegíted a makitekercset, akkor megégeti a nyelved. Látod azokat a szemeket? Mint egy vadász ugye a prédáját, ahogy nézi. És lehet, hogy ezt meg is érdemelted. Oké, szóval akkor kitaláltuk. Oké, ez eléggé váratlan. Nem gondoltam volna, hogy újra így tudunk csinálni, így össze tudunk verődni. És Makinak köszönhetően. Ja, ameddig mi ugye fetrengtünk, meg sajnáltattuk magunkat, ő tervezett. Valószínűleg ez Kaitónak is köszönhető. Mert Kaito aggódott miatta, és emiért ígérte meg, hogy dolgozni fog az ügyön. De hogyha ezt elmondanám neki, akkor valószínűleg megkérdezni, hogy meg akarok-e halni. Mit nézel? Sajnálom. Ja, csináljunk meg mindent, aztán újra tudunk edzeni hárman. Ja. Úristen, de hosszú ez. Oké, elintöttük a tervet, és holnap reggel megtámadjuk a hangját, addig meg töltjük a cuccokat. Oké, megtámadjuk a hangártot. Kemény dolgok ezek. Yes. Oké, fel kell tölteni a kalapácsot. Nem kéne csak itt állom és várakozni. Van valamit tudok csinálni. Ja igen, hogy a talentem most, ugye az ultim most már haszontalan, mert ugye mindennek vége és mindenkinek. Van még valamit tudok csinálni. Ugye... Mi az? Fel kell derítenem. Oké, megnézem a helyet mielőtt... cselekszünk, és aggódom Kaito miatt is. Ja, hogy mert megsérült, meg beteg, meg minden baja van. Ja, tudja, hogy azt akarod, hogy ne aggódjak miatt, de muszáj. Oké, menjünk. Oké, akkor guruljunk. Hát gondolom a hangárhoz. Ó, itt a kisrác. Megkimentünk Kaitót, akármiben is kerül. És találjuk új reményt magunknak, meg minden. Mert hogy kell magunk mellé, így van. Kaitónak köszönhetően dolgozunk együtt. Mentsük meg Kaitót, állítsuk meg Kokichit. Ez a kezdete az új reménynek, az új remény. Mostantól hívjatok Luke Skywalkernek. Shuichi Skywalker. Mugi. Akkor nem Mugi volt a fő gonosz. Sokkal nyilvánvalóbb volt az egész. Ezért jöttél ki a szobádból, mert nem tudtál lenyugodni. Ja, én is. Nem tudtam maradni, ameddig. Ez reggel alig volt akaraterőm, hogy kimászok az ágyból. Köszönhető, az egész Makinak köszönhető. Alig hiszem el. Maki, aki a cundere volt az elején, ő ráncigál minket magával. De ez Kaito miatt lehet. Miből gondolod? Ránézésre meg lehet mondani. Makit érdekli Kaito. Úgy néz ki, hogy ugye virágok nyílnak a harctéren. Ez mert máskülönben nem figyelt volna ugye a hangára egész idő alatt. Ja, gondolom az igaz. Ja, ez zavar téged? Ja, ti ilyen fordított szerelmi háromszögben vagytok? Ja, igen, fordít. Igen, mert ugye alapvetően mindig ugye az ilyen románc cuccokban mindig úgy van, hogy egy nő és két csávó, csak most ugye egy csaj és két csaj. Várjunk. Ja nem, akkor miért reverse love triangle? Mert én pont arra gondoltam, hogy egy csávó, két csaj, az a reverse. Ha. Mert ugye mindig egy csaj van és két csávó, az az általános. Na mindegy, tehát hogy... nem vagyunk abba. De ahogy nem, csak szeretnéd Shuichi, csak nem mered elmondani.
Nem sokkolni akarta a kezdel, csak kicsit piszkálni Makival. Egyébként... amikor a Hobbsvik Akadémián voltok, mi mindig szórakoztuk, meg idegesítettük egymást ezzel. Más osztályban voltunk, de gondolom voltak ilyen barátaink. Még hogy nem is tudunk visszamenni, még így is maradt remény a világban. Hát a világban nem, de maradt. Ja, hogy maga biztosan fog élni tovább. Ez az esküm a Hobbsvik Akadémia egyik utolsó diákjaként. Tégy úgy, Mugi. Én addig megyek ide. Úristen, mi az a fordított szerelmi háromszög, hogyha... Hogy lehet, hogy Japánban... Ha tovább megyek erre, akkor elérem a hangár. Hogy lehet, hogy Japánban nem az egy nő, két férfi van, hanem a két nő, egy férfi? Nem tudom. Oké. Ha Kokichi a hangárban van, akkor jó esély van, hogy az exizálok ott járőröznek. Óvatosnak kell lennem. Most el kell kerülnem az exizálokat? Hallom őket. Na várjál. Mentek egyet. Mert a játék elején is menekülni kellett az exizálok elemben, ami azért vicces volt. Meg is lepődtem, hogy milyen játékba csöppentem. Oké, menjünk. Ó, ott van. Csak ott sétálgatnak. Hát azért egy teremben járkálnak körbe-körbe, azt nem nevezném éppen járőrözésnek. Monokuma? Ja, már ez az első alkalom, hogy látom őt egy ideje. Az exizálok védik őt? De miért? És miért mind a négyen? Kokichi irányítja őket, de... Miért tenne ilyet? De itt vannak az exizálók. Akkor nem védik a hangárt. Akkor sietnem kell. Oké. Okay. Igen, milyen szart csinálnak a Monokumával? Lehet, hogy a Kokichi nem... Lehet, hogy ez is olyan lesz, mint az én a robotban. Hogy a Kokichi nem irányított semmit, azt megtaláljuk a holláját itt, mert az a mesterséges intelligenciája a Monokumának ugye az... ölte meg. Az riasztó aktív. Oké, az elektromos korlát is, nem tudok közel menni. Csak négy exizált láttam, nem tudom hol van az ötödik. Talán a hangárban. Talán találok egy jó helyet, ahol meg tudom nézni a helyet. Ha jól emlékszem, van egy mosdó oda bent, egy kis ablakkal. Ó, tényleg? Ja, tényleg ez az! Tudtam én, hogy gyanús ez a pici szar itt. Csak ugye nem volt korábban rá prompt. Na most már van. Ah, itt az ablak. Be tudok ide nézni. Belestem. Egy sziluettet láttam másik oldalon. Kaito! Te mi se rász itt? Marmotakün! Neki a baj, te hülye! Kokichi meghal. Közel van. Ebbe vagyok zárva ide a budira. De itt van kint az ajtó előtt. És nem lesz jó, hogyha meglát. Van egy exizál vele. Igaz. Szóval mit csinálsz itt? Már az, hogy megmentelek. Te egyedül? Nem, csak felderítek. Holnap reggel. Mindannyian jövünk. Mindannyian? Maki ötlete volt. Őszintén szóval feladtuk már, mindannyian. De Maki mindent megtett, hogy összeszedjen minket. Mert hisz benned, Kaito. Tudta, hogy te soha nem adnád fel, akármilyen rosszul is állnak a dolgok. Persze, hogy nem. Hát én vagyok Kaito Mormota.
Még akkor is, ha a világ véget ért és az emberiség kihalt, akkor sem adhatom fel. De a szar történet lenne, hogyha egy hős ilyen könnyen feladná. Ja, igaz. Ne aggódj! Majd megoldok mindent. Ilyen keményen dolgoztok, én sem ülhetek és lazíthatok. Van valamit kérdezni akartam tőle. Oké. Nem érdekel, hogyha túl magabiztos vagy csak játsza. Csak azt akartam hallani, hogy ne aggódj, minden rendben lesz. Csak örülök, hogy meg akartok menteni, de vigyázzatok magatokra. Közel menni egy exizához, az veszélyes. Még akkor is, ha rád van a kalapács. Vágasz. Egyébként jól vagy a sérüléstől eltekintve? Ja, én? Persze, így semmi. De mindegy, Kokcsi mindjárt visszajön. Szóval, lop, ha befejezzük. Jó. És egyébként Kályoktól, ami Gontával történt. Rád hagyom az egészet. Mi? Amíg én távol vagyok, neked kell a többieket támogatni. Különösen a makitekercsen. Néha meggondolatlan. Ja. Ja, te lenyűgöző nyomozó vagy. Lehet, hogy nem csak az igazságot fogod elérni, hanem valamit azon túl. És ne feledd, nem vagy egyedül. Ne próbálj meg mindent egyedül csinálni. Amikor nehéz idők vannak, akkor a barátokra kell támaszkodni. Ja, ez ennyi, ez az, amit elhanyagoltam. Hiszek benned. Szóval rád hagyom a többit egyelőre. Vágesz? Kösz, Kaito, kösz, hogy a barátom vagy. Én shippelem a Kaitót meg a Shuichit. Várjunk, lehet, hogy a Mugi erre értette a reverse triangle-t, hogy... Hogy, hát úgy reverse, hogy nem a Makiért versengünk, vagy a Maki nem tud köztünk választani, hanem a Maki és én versengünk a Kaitóért. Lehet, hogy erre gondolt. Oké, értem. Oké, menj mielőtt Kokcsi visszatér. Na csá! Oké, visszamentem. De rohadt hosszúra nyúlik ez. Még nem halt meg senki. Oké. Felkészítem magam az utolsó izéra. Ütközetre. Akkor mindig sehol. Exizálok, nem tudom miért őrzik, az eleve nagyon gyanús. Oké. Meg kell tennünk. És oké, és harcolni, meg minden, meg reason to leave, meg ilyenek. Morok Matietől! Ne es pánikba! Oh, wow. Ja, csak nyugodj meg és figyelj! Még ha figyelj is ezt a Monokuma Theatert, akkor már túl késő. Ja, hogyha figyeled, akkor már túl késő. Lehet, hogy nem tudjátok, de... de egy 100%-ban Bamut, ugye Kabalának, mint én, a remény az hát... A gondolat, hogy fiatalokat látni tele reménnyel, és hogy ők ölik egymást, hogy túléljenek. És hogy látni, ahogy a reményük ugye elpárolog. Nincsen nagyobb, ugye, nincsen kétségbejtőbb dolog annál. Ugye a drága, a diákjaim ugye a emberiség reményét viszik magukban, elárulják, megtévesztik és megölik egymást. És ettől olyan szoború vagyok. Egy bús panda. Úgy vágytam rá, hogy lássak mindenkit mindenkinek a kétségbeesést az arcán. És vérben és könnyekben ázva. Ja. Szörnyű.
Nem tudom, miről beszél a Monokuma. De úgyse, sose tudjuk, miről beszél. Ő Monokuma. Ding dong van. Monokuma mindig sehol, valószínűleg az exizálók őrzik. Itt az idő. És mindenki itt van, szuper. Oké. Kép vannak a kalapácsok is. Egyikünknél nincsen kalapács. Maki! Hol van a kalapács? Nem kell. Nem használok olyan fegyvert, amit nem ismerek. Ez jobb. Hát gondolom, te jobban tudod. Akkor menjünk. Tegnap előszem a hangját. Kaito a mosdóba van beszorulva. Mosdó. Oké. Elég jó helyen bezárni valakit. És láttam ezt is. Igen, hogy Monokumát őrzik a négy exizál. Jó, figyelnünk kell, hogy ne vegyenek észre. Én is láttam. Te is? Te is ott voltál? Yep. Talán azt gondolta, hogy el tudok jutni a Kokuchihez, mielőtt a tervet megcsináljuk. Próbáltam vele beszélni. Egyedül. Bocs. Gondoltam, jobb lesz neki, hogyha Kaitót elengedi békésen. És hogy ment? Nem volt semmi reakció. De láttam pár dolgot. Mit? Később megbeszéljük, egyelőre a tervvel kapcsolatban mondom el csak a dolgokat. Oké, és úgy csináltuk négy exizált, akik Monokumát őrzik. Én láttam egyet a hangárba belépni. Igen, a zöldet. Igen, de én az biztos vagyok benne, hogy ez az, az egyik volt, ami őrizte a Monokumát. Oké, biztos, ahogy igyekeztem, hogy ne lásson meg. Oké, riasztó se, meg a elektromos izé. Ami azt jelenti, hogy a riasztó és az elektromos korlát nem működik az exizálokon. És mivel az, hát mivel az exizálokat ott tárolják, ezért gondolom. Akkor tehát két exizál van a hangárban. Akkor vigyáznunk kell. Egy esélyünk van csak. Ez egyetlen bombánk van. Nem tévedhetünk. Yep. Akkor menjünk. Oké. De akkor mehetünk már? Vagy még... Oké. Eltűnt a Monokuma. Monokuma nincs itt. Pedig ma... Exizáloknak ide védeni. És az exizálok is... Nem úgy néz ki, mintha mozognának. Leálltak? És csak három van itt. Kettő a hangárban, ahogy Kibo is mondta. Ja, szerencsésnek kell tekintenünk magunkat, hogy csak kettő. Ja, mind az öten ott lennének, akkor baj lenne. Mondom én, hogy a Monokuma valami Emmy, és most fölébredt, és itt csinálja a feszkót. Oké. Oké, ez veszélyes, most egy kicsi, igen, mert a kicsi meghal, akkor itt vagyok. Na, lássuk. Oké, akkor kezdjük. Oké, kezdjük a gránáttal. Oké. Oké, oda gurítom az ajtó elé, és ezt lekapcsol mindent. Oké, az hatás hatótáv az 50 méter. És két órát tart, oké, ez kikapcsol mindent, és az exizálatnak nem lesz esélye. Oké, kezdjünk bele, mielőtt, ugye, akkor, oké, tö-tö-tö. Lehet, hogy az elektrohelemöröket is használnunk kell. Ahogyha belép, beleszáll az egyik exizálba, akkor megállítva ezzel a kalapáccsal. Jop. Mi van, Maki, tekercs? Szódani. Ja, kezdjük. Hadszoljon. Oké. Oda gurította, és aztán... Puk! Riasztó leáll.
Oké, control panel. Akkor én ütöm szét a control panelt. Oké, meglendítettem a kalapácsot, és itt vettem észre. Tele van kaparászás nyomokkal? Ja, valami, mintha valami élessel megsebezték volna. Mit csinálsz? Oké. Huh. Lehet, hogy a Monokuma esett neki a karmaival a panelnek. Oké, rácsaptam a kalapáccsal. Ez megszüntette a elektrobarriert. Odrohantunk a ajtóhoz. És... Oké, véget vetünk kétségbeesésnek a játéknak, meg ajaj. Ajaj. Jap, ettől féltem. Akkor a Kaito halt meg? Monokuma ott a háttérbe. Mi? Ding dong. Öha, pepepepepe van. Ja, a gyilkos játék megy tovább. Kétségbeeséses, nincs vége. Háj, tragikus. És kezdődik. Deadly Lies. Tehát a Kaito halt meg, vagy valaki, aki a Kaito göncét használta? Chaos and Madness! Confusion and Turmoil! Oké, nem tudtam nyugodt maradni, nem tudtam bent tartani. Túl sok kétségbeesés miatt. Elkezdtem sikítani? Mi ez a vér? Valaki a présben van? De ki? Oké, az egyetlenek, akik itt voltak, az a Kokichi és a Kaito. Egyikük. Vagy Kokichi, vagy Kaito halott. Nézd! Nézem. Igen, az a ruha új, az a... azok a ruhák. Az a Kaitoé. Kicsit olyan a zene most, mint a... mint hogyha a Sephiroth megjelent volna, hogy... az a kórus. Oké, Kaito. De az aki a hidraulikus... ugye, présben van... nem, az nem lehet. Megjött a Monokuma! Hell yeah! Pe-pe-pe! Úgy látszik, sok csavar lesz ugye a tárgyalás, amit ki kell majd bogozni. Erről szól az egész játék! Itt van a Monokuma Fire. Ja, nem ott, hogy kezded unni. De most kezd érdekes lenni. Remélem, hogy beleöntöd a teljes szíved és lelked a nyomozásba. Tragikus. Nyomoznunk kell? Szóval a játék folytatódik? Mikor ér véget a játék? A játék sohasem ér véget. Monokuma is mozog még. Kokichi is még él. Kokichi még él, akkor az azt jelenti, hogy az, aki ott halott, az a Kaito! Nem, az nem lehet. Nem lehet, hogy Kaito meghal. Élnie kell. Odafutottam a testhez. Nyugodjál le! Maki megállított. Nyugodjak le! Hogy mondhatod ezt Makitól, Kaito? Sok halált láttam már, halálát jó és rossz embereknek. Már nem érdekel. Nem érdekel? Miről beszélsz? A fontosabb, hogy hol a Kokichi. Valahol itt kell lennie. Elfutott. El kell kapnunk. Ő a tettes. Szóval váljunk szét és keressük meg. Akár milyen jól bújocskázik és el fogjuk kapni. Várj.
Nem hagyhatjuk el a helyet. Nem tudjuk biztosan, hogy ez tényleg Kaito-e. Minden lehetőséget meg kell néznünk. Ha nem Kaito, akkor ki halt meg? Azt gondolod, hogy Kokichi? Akkor miért megy tovább a játék? Mert a Monokuma öntudatra ébredt. És ha Kaito él, miért nem mutatta meg magát? Azt mondod, hogy azért bujkál, mert ő a tettes. Nem mondj ilyen hülyeséget. Ja, az, hogy Kaito a tettes, az még lehetetlen, mint hogy meghalt. Nem hiszem, hogy Kaito megölte volna Kokichit. Mert megsérült, ugye? Igen, és hogy tudja irányítani az exizálokat. De hol a két exizál? Itt két exizálnak kéne bent lennie. Hogy jöhette volna meg Kaito, amikor beteg volt és sérült? Nem tudom. Csak azt tudom, hogy ez lehetséges. De még ha Kokichit is ölték meg, az nem jelenti azt, hogy Kaito tette. Szóval valamelyikünk tette. Lehetetlen! Akármilyen sokkoló Kaito ajda is. Azt mondani, hogy vagyunk a tettesek, az túl messzire megy. Oké, tudom, megértem őket, de... A bizonyítékok azt sugallják, hogy Kaito halt meg. De nem tudom elhinni, vagy talán nem akarom. Nem tudom elhinni, hogy Kaito halott. Nyomozzunk! Meg kell találnunk az igazságot! És felfedni az igazságot a tárgyaláson. Szóval folytatni akarod a játékot. Meg lesz tartva a tárgyalás, akármit is csinálunk, úgyhogy nyomoznunk kell. Nem tudom, hogy reményt vagy kétségbeesést találunk-e, de meg kell találnunk az igazságot. És ez itt kezdődik. Ja, igen, ez egy lenyűgöző detektív vagy, és megtaláld az igazságot, vagy valamit valamit azon túl. Meg kell tennem. Mert megígértem Kaitónak. Igen, igazad van, mert ha tárgyalás mindenképp megtörténik, akkor folytat. Akkor meg kell kezdünk nyomozni. De már tudjuk a választ. Nem halhatunk meg itt. Bár most eldöntöttük, hogy élni fogunk a reményért. Jobban aggódom amiatt, hogy Kokichi hogy fog reagálni. Ha azzal vádoljuk, hogy ő a tettes. Ha csak hülyét játszik és elfut, akkor nem tudunk mit tenni. Nem hiszem, a Junko Enoshima ugye betartotta a játék szabályait. Szóval, hogyha a Remnants of Despair imádja őt, akkor nem fogja figyelmen kívül hagyni. Igen, mert a Junko is azért halt meg végül, mert a saját játékszabályt betartotta. Tehát amikor lebukott, akkor utána megölte saját magát. Tehát kivégezte saját magát. Akkor könnyű lesz elintézni. Akkor csak rá kell szavaznunk a tárgyaláson. Igaz? A többieket megértem, de miért Maki? Miért fogadja el Kaito haját ilyen könnyen? Akkor nézzük meg a Monokuma Fire-t. Ja, oké, Monokuma Fire-ű. Nézzük. Há! Ismeretlen áldozat! Hangárban talált test, nem tudjuk ki azt, tehát akárki lehet. Kaito vagy nem Kaito. Az áldozatot összenyomta a hidraulikus prés, és felismerhetetlen. De jó. Ja, ennyi? Ez nem mond semmit. Oké, az áldozat ismeretlen. Nem is mondja el... Nem is mond olyan sokat. Nem számít. Tudjuk már ki az áldozat és a tettes. Oké, megölte Kaitót, az Kokichi. Várjunk, Maki. Túl korai ezt eldönteni. Valami van a Makival. Lehet, hogy ő neki benne van a keze ebbe? Igen, a bizonyítékok Kokichire mutatnak. Ugye arra mutattak, hogy Kokichi él, de... De Kaito azt mondta nekem, mit mondott? Ne aggódj, majd teszek valamit. Megígérem.
Igen, ő is akart valamit csinálni, nem tudjuk mit. Hinni akarok az Kaito ígéretében. És azt akarom, hogy te is higgyél velem. Ne, ja, nem fogok veled együtt nyomozni. Mi, miért? De hát te vagy a Watson! Nem vagy nyugodt abban a pillanatban. Úgy viselkedsz, mint a Kaito. Gonta tárgyalásán. Akkor is ez volt. Nem küzdhetsz a kétségbeesés ellen csak hittel. Ez nem ilyen egyszerű. Elment. Oké. Valami baj van itt a levegővel. Nem tudom, hogy az elektrobomba az, vagy valami baj van velem. Kezdek rosszul lenni. Én nem érzem rosszul magam. Elektrobomba miatt van. Ja, elektronika, egy elektromos készülék. Ne hívj készüléknek. Ja, megmondom neked, a készüléknek kint kéne pihenni. Jól vagyok. Jaj. Aztán inkább kimegyek. Oké, okay, kimegy. Oké, okay, valami vele is van. Akkor azt hiszem, hogy én is elkezdek nyomozni. Jól leszel egyedül? Én is veled mehetek. Nem kell aggódnod, jól leszek magamban is. Ha a test ilyen, akkor nem nagyon kell aggódnunk, hogy szétbarmolunk valamit. Rendben lesz, hogyha magunkban nyomozunk. Kimiko is elment. Oké, okay. Ja oda. Kíváncsi vagyok, hogy Himiko gyanít kicsodát. Mindenkit. Mert hogyha kevesebben vagyok, akkor kevesebb tettes lehet. Persze Kokichi nyilvánvaló, de ahogy mondtad, lehet más lehetőségünk. Lehet, hogy erre gondol. Tényleg mondtam ezt a lehetőséget. Lehet, hogy a tettes nem Kokichi vagy Kaito, hanem valaki más. Bárki. Korábban ugye egyesültünk ugye a reményért, de most ugye szétváltunk. Lehet, hogy ezért ölte meg Kokichi Kaitót. Hogy tönkre tegye a harmóniát. Mert ha nem, akkor mi más oka lett volna megölni Kaitót. Lehet, hogy erről fog szólni ez a tárgyalás is. Az ok, amiért Kokichi megtartja ezt a tárgyalást, hogy szétválasszon minket. Mert a végén mindannyian Kaito köré gyűltünk össze, igen. Tehát a Kaito volt a motiváció. És ő volt az, aki összetartott minket. Ezért ölte meg, és ezért beleestünk ebbe a csapdába. Ez mind Kokichi tervének a része, hogy szétválasszon minket. Minket ezt akarta végig. Szétváltunk. Nem tudok rávenni senkit, hogy együtt működjön a nyomozásban. És nincs is, alig van információ, amin el lehet indulni. Monokuma Fire az ugye segített korábban, de most nem. Nincs értelme tárcsorogni és panaszkodni, meg kell tenni! Oké, okay. Megoldani a rejtét és megtalálni az igazságot. Nyomozni fogunk. Yeah, investigation! Oké, okay, itt kezdem. Mindent megnézek. Oké, okay, csak ha engednéd is. Köszönöm! Oké, okay, itt a két exizál. Na mindegy, akkor a lényeg, hogy akkor elkezdődött, és lehet, hogy Kaito halt meg, lehet, hogy nem, mert ugye ketten voltak itt elvileg, és csak a Kaito kabátja van ott, de az túl egyértelmű lenne, hogy a Kaito haljon meg, szóval én arra gyanakszom, hogy a Kokichi lesz az, vagy valaki. Meg ez a vércsík, ami vezet a WC-re, ez is elég bizonygeresztő. De! Akkor. Ez volt a Danganronpa V3 Killing Harmony. Ha tetszett, akkor nyomogassátok gombokat ott alul, mert azért vannak. A fejedobozokba írjátok le a véleményeteket bármiről. Ha látjátok a csoki nyulat, szóljatok neki, és a következő videóig pedig. Sziasztok!